Rallisok a gyermekosztályon. Kedd délelőtt adták át a Rally Café All Stars képviselői adományaikat a Váci Kórház kisbetegeinek. Az Autó a gyermekekért elnevezésű projekt keretében a szervezők két napon átgyűjtötték a játékokat és a ruhákat Vácon, melyeket Pongrácz Kálmán, a Váci gyermekosztály vezető főorvosa köszönt meg a kórház nevében. A negyedik Váci Rally keretein belül összegyűjtött adományokat kedden adták át a Rally Café magazin képviselői a Váci Kórház gyermekosztályán. A két verseny nap során több zsák használt ruha, játék, bébiétel, illetve tisztálkodási szer gyűlt össze. Nagyon sok minden összegyűlt, játékokat hoztunk, használt játékokat, hiszen az a cél, hogy ami otthon fölöslegessé válik, és még használható, azt hozzák el az adományozók. Az átadáson jelen volt az adománygyűjtő versenyautó pilótája Lukács Kornél, illetve a tiszteletbeli navigátor Kammerer Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok kajakozó is. Mindketten hangsúlyozták, hogy nagy örömmel vettek részt a Váci gyűjtésben, hiszen jó érzéssel tölti el őket, hogy segíthettek a beteg gyerekeken. Maricsek Miklós, az akció ötletgazdája, az ajándékok mellett egy emlékplakettet is átadott a gyermekosztály vezetőjének. Pongrácz Kálmán, osztályvezető főorvos, a kórház és a betegek nevében is megköszönte a segítséget a rallisoknak. Úgy gondolom, hogy ezen az anyagi segítségen kívül sokkal többről is szó van. Érzelmileg, lelkileg odafigyelnek ezekre a gyermekekre, tehát a szolidaritásukkal felhívják a figyelmet a családok nehézségére, a kórházban szorongó, félelmekkel küzdő gyermekek nehéz helyzetére. És ezek az adományok sokat segítenek abban, hogy egy kicsit szebbé tehessük az osztályt. A gyermekosztály főorvosa hangsúlyozta, azzal, hogy ezek az emberek szeretik a gyerekeket, már félig segítették is őket a gyógyulásukban, és elsősorban ezért tartozik nekik köszönettel. Maricsek Miklós hozzátette, reméli, hogy jövőre is találkoznak itt a Váci kórházban, hogy mosolyt csaljanak a kisbetegek arcára.